megegyezés, marad a régi iskolahálózat Marosvásárhelyen, és az előkészítő osztály is elindulhat a katolikus iskolában. Hivatalos, benyújtotta lemondását Horváth Anna, új alpolgármestert még nem jelöltek. Rasszizmus, napi szintű a negatív megkülönböztetés Erdélyben is, főleg a romákkal szemben. Köszöntöm Önöket a Híradóban! A brüsszeli NATO csúcs előkészítése volt a legfontosabb témája a legfelső védelmi tanács mai ülésének. A tanácskozás után Klaus Johannis azt is bejelentette, harcra kiképzett katonákat küldenek Lengyelországba, a NATO több nemzetiségű erőibe. A lengyelországi NATO erőkben való részvételt csupán tudomásul vette a testület, hiszen erről már korábban egyeztettek a CSAT tagjai. Mondta el Klaus Johannis államelnök, aki azonban ezt az alkalmat használta ki, hogy a döntésről a közvéleménynek beszámoljon. A legfelső védelmi tanács tagjaival tartott egyeztetés után engedélyeztem Románia részvételét a lengyelországi konszolidált harci készültségű erőben. 2017-től kezdődően országunk egy század szintű alegységgel, 120 megfelelően képzett katonával lesz jelen, ahogy ezt a 2016-os varsói NATO csúcson vállaltuk. A mai ülésen aktualizálták a hadsereg ellátását célzó programot, annak fényében, hogy a védelmi kiadások szintjét a belföldi össztermék 2%-ára növelték. Kialakították továbbá Románia álláspontját, amelyet a májusban esedékes brüsszeli NATO csúcson képviselnek. Megvizsgálták a Védelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Speciális Védőszolgálat, a Román Hírszerzőszolgálat és a Speciális Táv Közlési Szolgálat tevékenységét, illetve elemezték az operatív kiberbiztonsági tanács működését is. Ideiglenes megoldást találtak a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében. A városvezetés csütörtökig kell átküldje az iskolahálózat tervét a tanfelügyelőségre, és ígéretek szerint cikluskezdő osztályok is indulnak. A Maros megyei prefektúra épületében tartottak ma megbeszélést a kormánybiztos, a Maros megyei tanácselnök, a tanfelügyelőség képviselőinek, Dorin Flória polgármester tanácsadójának, városi önkormányzati képviselőknek és a civilek a katolikus iskoláért szülői csoport képviselőinek a jelenlétében. A több mint 3 órás egyeztetést követően Lucián Gogá vázolta a tárgyalás következtetéseit. A törvény értelmében, amennyiben az önkormányzat nem nyújtja be az iskola hálózatra vonatkozó tervet, vagy jelen esetben a benyújtott tervet nem találta megfelelőnek jogi szempontból a tanfelügyelőség, akkor marad a régi iskola hálózat, úgyhogy az iskola működése nem veszélyeztetett. Vagyis a városi önkormányzat által az előző tanévre hozott határozat marad érvényben, amelyben a katolikus iskola is szerepel. A városvezetés ígéretet tett arra, hogy mielőbb elküldi a tanfelügyelőségnek a vonatkozó határozatot. Ezzel kezdtük, hogy akarjuk vagy nem akarjuk. Mindenki azt nyilatkozta, hogy igen, mindenki egyértelműen, hogy akarja. És akkor én nagyon szépen megkérek mindenkit, akinek felelőssége van, hogy vállalja az ő részét. Csütörtökig megígérték, hogy küldenek egy tanácshatározatot, amelyik érvényes ebbe az órába, és utána én remélem, hogy meg fog oldódni ez a probléma. A szülői csoport szerint a tárgyalások egyik legfontosabb következtetése az, hogy nem kell lemondjanak a cikluskezdő osztályokról sem. A prefektus részéről érkezett egy olyan ígéret, hogy azt a bizonyos 70-es számú határozatot, amelyet a főtanfelügyelő asszony Kozákné hozott az előkészítő osztályokba való beiratkozásról, azt prefektusként megtámadja, mert törvénytelen. Hozzátette, abban is megegyeztek, hogy amennyiben az igazságszolgáltatás kimondja, hogy a tanintézmény létrehozása törvénytelen volt, az iskolát a törvényes keretek között újra kell alapítani. A tárgyalások ideje alatt egyébként az iskola diákjainak a szülei Bibliával jelentek meg a prefektúra épülete előtt, és imát mondtak a Római Katolikus Teológiai Liceumért. Elfogadta Horváth Anna kolozsvári RMDSZ-es alpolgármester lemondását mai ülésén a helyi tanács, utódjáról még nem döntöttek. A kolozsvári helyi tanács elfogadta mai ülésén azt a határozattervezetet, amely értelmében Horváth Anna második ízben is megválasztott alpolgármester mandátuma megszűnt. Az ülésen Emil Bok polgármester megköszönte munkásságát, Gergely Balázs magyarul mondott köszönetet, illetve minden helyzetben támogatásukról biztosította Horváth Annát. A helyi tanácsosok tapssal értékelték a leköszönő alpolgármester munkáját.
Egy kihívásokkal teli, nagyon szép időszakot zárok az életemben ezzel a mai nappal, hiszen én nagyon szerettem az alpolgármesteri munkát, nagyon szerettem mindazt a munkát, amely a közösséghez kötődött, amely az emberekhez kötődött, és úgy gondolom, hogy az elkövetkező időszak legfőbb kihívása és feladata az lesz, hogy megőrizhessem annak a lehetőségét helyi tanácsosként is, hogy ugyanolyan nyitottsággal közelítsenek hozzánk, mint választott tanácsosokhoz, képviselőkhöz, a kolozsvári emberek, a kolozsvári magyarok ugyanazt a törődést érezzék. Horváth Anna alpolgármesteri tisztségéről lemondott, városi tanácsosként azonban jelen maradt a város vezetőségében. Híradónknak elmondta, eszközöket és megoldásokat kell találni arra, hogy a kolozsvári magyarok érdekei ne sérüljenek. Horváth Anna helyére egyetlen politikai párt sem állított jelöltet, az új alpolgármester megválasztását a soron következő városi tanácsülésre halasztották. Az Európai Unió más tagállamaihoz igazodna Románia az elektronikus személyi igazolvány bevezetésével. Azokat azonban, akik vallásos meggyőződés miatt visszautasítják ennek átvételét, nem fogják kötelezni a használatára. Az elektronikus személyi több mint egyszerű dokumentum, mikrocsippel ellátott bankkártya formájú adathordozó, amely az ügyintézést hivatott egyszerűsíteni. A kártyára nyomtatott adatok, a fotó és az új lenyomatok a mikrocsipről is leolvashatók lesznek. Az elektronikus személyi igazolvány, amennyiben kiépül a megfelelő jogi és szoftverkörnyezet, elektronikus aláírásként lehetővé teszi a személyazonosság igazolását különböző internetes ügyfélszolgálatok igénybevételénél is. Ugyanakkor a dokumentum az egészségügyi kártya szerepét is átveszi. Úgy ítéljük meg, hogy az első elektronikus személyi igazolványt valamikor 2018 közepén bocsátjuk ki. Nincs egyelőre szigorú határidőnk erre. Ettől a pillanattól lehet igényelni, amint a régi dokumentumok lejárnak. Nem tűztünk ki határidőt a cserére, egy ideig párhuzamosan fog működni az egészségügyi kártya is. A belügyminiszter megnyugtatta a közvéleményt, hogy aki nem akarja használni az elektronikus kártyát, kérheti továbbra is a hagyományos személyi igazolványt, továbbá más aggodalmakat is eloszlatandó elmondta, a beépített chip nem alkalmas a hely meghatározásra, csak egy leolvasóban válik aktívvá. Az elektronikus kártya ellen főleg az ortodox egyház kampányol, amely szerint a kártya ördögtől való eszköz. Konzuli napot tartottak a nagyszebeni magyarság házában. A magyar állampolgárság igénylésének könnyített módja a megszokottnál is több embert mozgatott meg az egykori Szászvárosban. Erdély déli határán a fogarasi havasok lábánál élő magyarok számára is fontossággal bír a magyar állampolgárság. A nagyszebeni magyarság házában legutóbb több mint 30-an igényeltek egyszerűsített honosítást. A kihelyezett konzuli napokat az Eurotrans alapítvány szervezi. A mai konzuli napot hetekkel ezelőtt készítettük elő, hirdettük különböző médiaorganumokon keresztül, interneten keresztül, egyházakon keresztül, és többszöri kiszállást szerveztünk Nagyszebenbe, délelőtt délután, amikor az érdeklődők el tudtak jönni. Ezeken a kiszállásokon a dokumentumokat szereztük be, amelyek szükségesek a magyar állampolgárság megszerzéséhez. A konzuli napon az alapítvány munkatársai fényképet készítenek az igénylőről, és segítenek a dosszié összeállításában, hogy az állampolgárság megszerzéséhez szükséges lépések gördülékenyen menjenek. A helyi közösségszervezők szerint ez hatalmas segítség a szórványban élők számára. Itt azt gondolom, hogy sokszorozottan fontos az, hogy segítsünk megőrizni az identitást, ahol nagyon fontos egy magyar szó, egy magyar újság, egy bármi, ami segíti azt, hogy megmaradjon az identitása ugye a magyaroknak. Ezért gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy segítség ez, hogy lehetőség van rá. Az igénylés hátterében sok esetben az identitás és a családi szálak erősítése játszik fontos szerepet. Másnak is megmutathatom azt, hogy igen, én magyar vagyok, amellett, hogy román állampolgár, és több joggal is rendelkezek. A Szeben megyeiek legközelebb áprilisban meggyesen vehetnek részt kihelyezett konzuli napon az Eurotrans alapítvány szervezésében. Ma van a faji diszkrimináció elleni világnap. Romániában a nyugati államokhoz hasonlóan továbbra is problémát jelent a kirekesztés.
Nagy számú roma közösség él a harmóniát és befogadást hirdető molinók mögött Marosvásárhely szélén. Valójában viszont éppen az elzárásnak és kirekesztésnek az eszközévé vált, ezt ők is sérelmezik. Azt mondják, az oktatásban, egészségügyben, illetve a munkahelyszerzésben érik őket folyamatosan negatív megkülönböztetések. Nincs semmi sánszak, hogy kapjanak munkahelyet a romák. Azért, mert mindenhol le vagyunk nézve, amelyik rendes ember is, mert közöttünk is vannak nagyon sokak, amelyikek nem rendes emberek. De bizony van, amelyiknek családja van, gyereke van, és kéne munkahelyen dolgozzanak, és nem kapnak munkát azért, mert ez roma, és én nem veszem fel. Az előítéletek is a kirekesztés formái, mondja Szmárándá Énáké, a Pro Európa Liga társelnöke, emberjogi aktivista. Szerinte a diszkrimináció elleni harcot egyéni szinten kell kezdeni. A gyűlölet diskurzusoknak ellent kell mondani és tenni, és a civil társadalom, meg minden rendes ember legalább ezen a napon végig kéne gondolja, hogy ő személy szerint diszkriminál másokat, hogy ő személy szerint diszkriminált, és próbáljunk ezen változtatni. Azok számára, akik nem hajlandók változtatni előítéleteiken, ajánlatos kilátogatni a Divers Egyesület által támogatott óvodákba, mondja Korek Mária. Maros megyében két településen ért el rövid időn belül sikereket a felzárkóztatási programjuk. Olyan gyerekeket vonzottunk be, akik nem voltak óvodában, és egy év alatt óriási lépéseket tettünk. Ők azok, akik majd megállják a helyüket az iskolában is, különösebb segítség nélkül is, bár a saját családjuk nem tudja, vagy nem akarja őket a tanulás terén segíteni. Az Európai Unió alapjogi ügynökségének tavaly novemberben közzétett felmérése szerint a romák 41%-a vallotta azt, hogy az elmúlt 5 évben etnikai diszkrimináció érte őt az oktatás, a munkahelykeresés vagy a lakhatás kapcsán. Szebeni magyarok és udvarhelyi sporttervek. Nézzük, mi lesz még a folytatásban. Közösségépítés szorványban, 11 éves a Szebeni Magyar Kulturális Központ. Sportberuházások, sportcsarnokot építenének és felújítanák az atlétikapályát Székelyudvarhelyen. 11. születésnapját ünnepli a Szebeni Magyar Kulturális Központ. A kis létszámú magyar közösség céltudatosan és a többségieket is bevonva ünnepel. Ezúttal Székelyföldet hozták Nagyszebenhez közelebb egy fotókiállítás segítségével. Nagyszebenben a Nagypiac téren a polgármesteri hivatal épületében nyitott kiállítást a Szebeni Magyar Kulturális Központ. Takács Gyöngyi alelnök azt mondja, a szebeni román fotósok nagy érdeklődéssel jönnek az ilyen rendezvényekre, így az interetnikus kapcsolatok mellett a szakmaiak is fejlődnek. Nem az egyetlen és nem az első kiállításunk, ami itt van, és nem is az utolsó. Ez a kiállítás ugyanakkor közelebb hozza Székelyföldöt Nagyszebenhez kulturális téren, és bemutatja az ottani közösséget, az itteni közösségnek, és nem csak a magyar közösségnek, hanem a helyi román közösségnek, illetve a látogatóknak, a turistáknak. És ugyanakkor közelebb hozza a székelyföldi fiatalokat, akik itt laknak és ide jönnek munkát keresni. De nem ez az egyedüli magyar projekt Nagyszebenben. Ezek a gyerekek havonta 2-szer együtt társas játékoznak. Számukra ez egy azon kevés lehetőségek közül, amikor magyar közösségben lehetnek. A kezdeményezés mögött szebeni szülők állnak, akik azt mondják, van, akiknek még náluk is nagyobb szükségük van erre a lehetőségre. Többnyire ugye iskolában román osztályba adják, de van egy olyan millió, ahol legalább egyszer vagy 2-szer havonta magyar gyerekekkel tudnak játszani, tudják gyakorolni a nyelvet, és ahogy észrevettük mi, mert már ugye figyeljük, nagyon-nagyon fogékonyak. Gyerektől sokkal gyorsabban tanul. Hát valamennyit tud magyarul, ha az édesanyja magyar, akkor magyar a nyelv, de az édesapja magyar, akkor lehet, hogy a magyar az nem annyira megy, és szeretné, és látjuk, hogy tanulnak egymástól. Nagyszebenben a magyarok a lakosság 2%-át teszik ki, nem rendelkeznek önálló magyar iskolával. Számukra a civil kezdeményezések jelentik az elsődleges közösség fenntartó erőt.
Díjátadással és No Sugar koncerttel egybekötött gálaműsorral ünnepli 63. születésnapját a Kolozsvári Rádió. Az ünnepséget március 23-án 19 órától élő adásban lehet követni a 98,8 FM-en, illetve az interneten a kolozsvárirádió.ro honlapon. Ebből az épületből szólt több mint fél évszázada a Kolozsvári Rádió. A csütörtökön 63. születésnapját ünneplő rádió magyar szerkesztősége újra gyerekkorát éli, ugyanis 2016. november 1-én tértek át az egésznapos magyar nyelvű sugárzásra. A jelentősége számunkra ennek az eseménynek az az óriási kihívás, ami gyakorlatilag november 1-én indult. A napi 5 órás sugárzásról átártunk napi 24-re, szinte ugyanannyi munkatársal, elég gyenge technikával, és nagyon sok munka vágyjal, nagyon sok energiával ugrunk ebbe bele. Gyakorlatilag ez a 63 éves szülinap arról szól, hogy a következő 63 évben még jobban és még többet tudjunk sugározni. A gála keretében átadják a Dunát 160 Egyesület által 2014-ben létrehozott díjat, amellyel a rádió egyik munkatársának a teljesítményét ismerik el. A születésnapi ünnepséget a rádió előadó termében tartják meg. Itt kerül sor a No Sugar koncertjére is, amelyre a belépés díjtalan. Jelentős sportberuházásokat vettek tervbe Székelyudvarhelyen. A Hargita megyei kisváros önkormányzata az Orbán Balázs általános iskola udvarára hiánypótló sportcsarnokot építene és modernizálná az atlétika pályát is. A városvezetés kormány, illetve Európai Uniós források lehívásában látja a megoldást. A sportberuházások terveit mutatják a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalban. Az elképzelt létesítmény hasznos felülete több mint 1800 négyzetméter lenne. A sportterem a tábor lakótelepi Orbán Balázs általános iskola udvarán, azaz az egyik futballpálya helyén épülne fel. De az atlétika pálya korszerűsítése is az önkormányzat tervei között szerepel. Remélhetőleg a következő években, 2-3 évben tényleg lesz ott egy szép sportterem, akár kis sportcsarnoknak is mondható. A jelenlegi futballpálya körül és mellett megfelelő környezet legyen arra, hogy jó felületek atlétizálásra, de ez nem azt jelenti, hogy csak futásra, hanem mindenféle atlétikához kapcsolódó tevékenységre is alkalmas legyen az a hely. Jelen pillanatban ez is be van nyújtva. Az Orbán Balázs általános iskola 520 diákja jelenleg ebben a kis teremben kénytelen sportolni a hideg hónapokban. Gábos Anna igazgató azt mondja, egy álom válna valóra, ha az idén 49 éves tanintézménynek lenne egy megfelelő sportterme. Nagyon régi álmunk, hogy a mi iskolánknak is sportterme legyen. 45-49 éves iskolánknak idáig nem volt. Egy kisméretű osztályteremben bonyolítjuk le a sportórákat, a tornaórákat. Minden rendjén van, de télen, amikor beszorulunk az 50 négyzetméteres termecskébe, akkor bizony, ha megtöltik, 27-30 ember nagy tömegnek számít, tehát a hely kicsinek bizonyul. A beruházásokat a városvezetés a helyi fejlesztések országos programjából szeretné finanszírozni. Ha a pályázatot pozitívan bírálják el, még akkor is legalább 2 évnek kell eltelnie, amíg az utolsó csavar is a helyére kerül. A magyar műépítészet nagy alakjai Hild József és Hausmann Alajos munkásságáról szervezett konferenciát és kiállítást a Jon Minku Műépítészeti Egyetemen, a Bukaresti Balassi Intézet. A rendezvény apropóját Hild József halálának 150. Hausmann Alajos születésének 170. évfordulója adta. Régóta együttműködnek a Jon Minku Egyetemmel, mondta el stábunknak Kósa András László, a Ballasi Intézet igazgatója. Idén az évfordulók kapcsán Hild József és Hausmann Alajos munkásságáról tartottak előadásokat, hisz ezeknek az építészeknek a munkái máig meghatározzák például Budapest belvárosának arculatát. Mi azt gondoltuk, hogy akkor felajánljuk a Jon Minku Egyetemnek, hogy hozzunk olyan előadókat, akik kifejezetten Hild József, illetve Hausmann Alajos munkásságát mutatja. Ugye az egyik ők a klasszicista építészetnek egyik remekje, a másik a historicizmusnak az egyik kifejezetten fontos építész személyisége. Hild és Hausmann munkássága, de elsősorban az utóbbié, az erdélyi városok arculatában is jelentős nyomot hagyott, mondta Elványolós Endre műépítész. Ezért is fontos, hogy a bukaresti hallgatók megismerjék a munkásságukat. Munkatársakon, tanítványokon keresztüli munkásságok Erdélyben az
nem csak hogy jelentős nyomot hagyott az erdélyi városképen, település arculatokon, hanem meghatározó lett napjainkig. Ugyanis akár napjainkban is, amikor történt belvárosról, központról beszélünk, akkor az eklektika időszakában kikristályosodott városközpontot értjük alatta. A két építész legfontosabb munkáiból kiállítás is nyílt a bukaresti Ion Mincu Egyetemen. Kézilabda, futszál és labdarúgás sporthírekkel folytatjuk. Némileg kárpótolta szurkolóit az utóbbi időszak gyengébb teljesítményéért a Székelyudvarhelyi Kézilabdaklub. 30-27-re legyőzte a bajnok Dinamót, amely a vereség ellenére az élen fog végezni az alapszakasz végén. Az első félidőben az SKC vezetett, de a második játékrész elején a Dinamó került két gólos előnybe. Az utolsó 10 percben azonban a hazai csapatot nem tudták megállítani a fővárosiak. A Bölények ligájában az SKC marad az 5. helyen, az alapszakasz két utolsó fordulója előtt. Szombaton Fogarasra látogat az udvarhelyi együttes, majd április 1-én Fogsán csapatát fogadja. Váratlanul megvált edzőjétől a kiesés ellen küzdő Marosvásárhelyi SZJA labdarúgó csapata. A hír annál meglepőbb, hogy a döntés egy győztes mérkőzés után következett be. A klub honlapja megegyezéses szerződésbontást emleget. Iliésztán azonban azt nyilatkozta a távozás okairól, hogy nem tudta már elviselni, hogy a klub vezetői folyamatosan bele akartak szólni a csapat összeállításába. Pontosabban azt erőltették, hogy használja a vezetőséghez közel álló Tiberio Petris üzletember fiát. Szerinte azonban az ifjabb Petris nem elég jó labdarúgó ahhoz, hogy az élvonalban szerepeljen. Meg nem erősített hírek szerint Adrián Falub veszi át a csapat irányítását. A papírforma érvényesült a teremlabdarúgó Románia Kupa Temesváron rendezett 4-es döntőjének első napján. A Dévai Autó Bergamo 6-2-re nyert a székelyudvarhelyi FK ellen, a temesvári Informatika pedig 7-3-ra győzte le a Marosvásárhelyi City-azt. Az első mérkőzés elején a székelyudvarhelyi bíró Attila még válaszolni tudott Flori Máté gyors góljára. A folytatásban azonban a dévai csapat vette át a mérkőzés irányítását, és miután szünet előtt mezőnyjátékosra cserélte a kapusát, vezetéshez jutott. A folytatás sem kedvezett udvarhelynek, Flori Máté szabadrugásból növelte a dévai előnyt. Ezt követően a kapus lehozásával kockáztatott az FK, azonban Jánkó kétszer is az üresen maradt kapuba rúgta saját hálója előteréből a labdát, és ezzel a mérkőzés gyakorlatilag eldőlt. Mind a két mérkőzésen a papír formá bevált, tehát az ország jelenlegi legjobb játékos állománya van Dévának, és természetesen próbáltunk belőlük, amennyire tudtunk felkészülni. Második félidőnek a közepére úgy elfogyott az erőnk is, nem tudtunk előképpen koncentrálni. Azokat a lehetőségeket, amelyek megvoltak a 2-1-nél, nem tudtuk három alkalommal is, nem tudtuk kapussal szembe gólra váltani. A második elődöntőben a Marosvásárhelyi City azt már a kezdődugástól megpróbált kapus nélkül támadni, azonban túl sokat hibáztak Koszmin Germán tanítványai, és Temesvár 2-0-ás előnyre tett szert. A City azt még nem adta fel, lehozott kapussal szépített, majd Kovács ellentámadásból egyenlített. Ezt követően Kovács szabadrúgását a gólvonalon túlról kapart, aki Koivu Máki, de a játékvezető nem ítélt gólt, és szünetig ismét Temesvár jutott előnyhöz. A második félidőre teljesen elfáradtak a marosvásárhelyiek, és a rutinosabb temesvári csapat 4 gólos sikert aratott. A Temesvár Déva döntőt ma 20 órától játsszák. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A hójelentést támogatta a Madarasi Hargita Síközpont, a Székely Síparadicsom.